Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Immáron másodszor kezdem ezt el a videót, és elnézést kérek a képminőségért, de ez kínai telefonnal készül, ugyanis az iPhone kezdi megadni magát. Úgyhogy most ezzel jön a videó. Marcalvárosban vagyunk, Győrnek egy déli város részében, és autóbusszal érkeztünk ide, méghozzá hidrogén üzemű tesztbusszal, ugyanis egy hidrogén üzemű tesztbusz tesztelnek itt Győrben, tehát tesztbusz tesztelnek, ezt jól megmondtam. Minden esetre itt van egy jópofa aluljáró, ahol most először körbe fogunk tekinteni, mert hogy ilyen jó kis festések vannak a falon. Régen ez ilyen graffitis legálfal volt, ilyen szabad fal, most viszont intézményesen van, hát végülis az is intézményes, vagy legalábbis legális, most intézményesen van kifestve ez az aluljáró, úgyhogy nézzünk is rajta körbe. Nem tudom, hogy ő kicsodat, lehet, hogy Rákóczi Ferenc jut róla eszembe, de lehet, hogy nagyon nagyot tévedek. Itt talán a csodaszarvas, talán Attila Nyilai és a Griff. Vagy hogy is van, ami Griff jelent meg Emese álmával, ezt nem tudom így pontosan. Úgy látszik, hogy ez ilyen magyar eredet történet, legalábbis nekem az jut róla eszembe, de nem vagyok benne biztos, hogy nem tévedek. Ha valaki tudja itt a történetét ennek a dolognak, megmondom őszintén, hogy nem néztem most utána, hiszen azt tudtam, hogy ide jövünk, de én graffitikre számítottam, nem ilyen festésekre. Ott a, nem tudom, dohányzó a helyiség, vagy nem dohányzó, ezt nem nagyon tudom értelmezni. Vagy az valami női cipellő, valami táncot ábrázolhat ez a kép. Írjátok meg, ha van róla véleményetek, és hogyha tudjátok, hogy mi az. Ez egy ilyen jópofa kis aluljáró, itt lenni ilyen üzletekkel, meg ilyenek, de hát most ugye hétvége van, úgyhogy nem nagyon van nyitva. Középen van egy óra, ami ugye lentről is és föntről is látszik, egy ilyen nagy kerengő van. És itt Szent István, Szent László királyainknak az ábrázolása. Már amennyire látszik, a Szent László itt az ellenfény miatt nem nagyon látszik. És akkor elnézünk ide az aluljáró másik ágába is. Aztán majd figyelünk, hogy az autóbuszunk az mikor fog érkezni. Azt mondja, Vastuskós ház legendája, Jedlik Ányos és a szóda. Na, hát akkor itt legalább van felirat, hogy mit ábrázol az adott kép, ott a másik oldalon nem volt, ugye Jedlik Ányos a szódavíz feltalálója. Ezúton is hálásak vagyunk neki, én nagyon szeretem a szódavizet. Persze ma már nem annyira elterjedt, hiszen nagyon sokan ásványvizeket fogyasztanak, én is gyakran, és hát nincs szóda egy szifon otthon. Hogy ez a kép mit ábrázol, azt majd mindjárt meg fogjuk látni. Ja, ez a vastuskós ház. Azt hiszem, itt Győrben van egy ilyen vastuskós ház, és ennek se tudom a történetét. Minden esetre azt hiszem, valamilyen diákok vagy vándor legények, a inasok, amikor vándoroltak, ilyen vas szögeket vertek egy tuskóba, ez benn van a belvárosban, egyébként Bécsben is van hasonló, és az egy ilyen, hát ilyen igazából késő középkori történet, úgyhogy igencsak híres momentum. És akkor nézzük meg, hogy mi van a túloldalon. Ez valami törökös történet, valamilyen várostrom, lehet, hogy az Egri vár, vagy nem tudom, hogy itt Győrben milyen csatározások zajlottak a török időben. Nem vagyok ilyen felkészült történelmileg. Itt a kakas, lehet, hogy a kiskakas és a gyémántfél krajcár. Lehet, hogy ilyen mese történet. Szóval a győri vaskakas igaz legendáját ábrázolja ez a képsorozat. Itt valaki sárkányon lovagol, aztán letáborozik. Aztán itt a kakas nem tudom mit csinál, elrabolja a gyereket, aztán jönnek a törökök, és Sóskútba tesznek, nem tudom a végét, de itt szerintem el vannak űzve a törökök.
Sziasztok, ez a Rikári vlog. Itt van velem Viki. Véletlen találkoztunk, de egyébként Viki ajánlotta nekem ezt az utazást, ezt a TESZ buszos utazást, és véletlenül összefutottunk a busz megállóban, úgyhogy együtt utazunk most. Hát az előző felvételek nem sikerültek az iPhone valamiféle hibája miatt, majd el kell vinni szervizbe, vagy ki kell dobni, mert egy elég régi készülék. Minden esetre mi most itt utazgatunk, feelingelünk egy kicsit, megvárjuk, míg jön visszafelé a busz, és akkor kínai telefonnal fel tudom nektek venni. Igen. Közben itt negyedik Béla is ábrázolva van, és ha ide a túloldalra átjövünk nagyon erős ellenfényben, akkor Mátyás király is megtalálható ezen az óratornyon. És ha már itt vagyunk, akkor nézzük az aluljáró másik ágát. Mi erről jöttünk, itt szálltunk le a buszról. Itt ilyen mindenféle virágok és madarak vannak felfestve, és ez különböző általános iskolák nevében, vagy lehet, hogy a gyerekek festették ki, lehet, hogy gondolom előrajzolták nekik, és akkor lehet, hogy a gyerekek festették ki. Láttam ilyen gyerekfestést, a Nunakeszi gyártelepi aluljáróban is van ilyen, csak ott más a téma, mások a motívumok. Itt ugye a Kovács Margit általános alapfokú művészeti és szakképző iskola, akkor tévedtem, mert akkor ez művészeti iskola, akkor lehet, hogy nem kellett előrajzolni, hogyha leendő szakemberek és művészek rajzolták ezeket a képeket. Mindenesetre jó, nekem nagyon tetszik ez az aluljáró, nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek róla. Írjátok meg kommentbe. Arany János általános iskola, mindenféle madárkák, gólya, kékcinke, gyurgyalag, és itt pedig ezen az oldalon virágok. Mi pedig most megközelítjük a buszunkat, mert hogy nem sokára érkezik. Megjárta Mémfőcsanakot és jön vissza. Ilyen napi jeggyel utazunk, ezt vásároltuk. Nagyon olcsó itt a buszjegy, Győrbe 800 forint a napi jegy, 250 a buszjegy. Most vettem papírjegyet, hogy legyen. Ez 24 órás, tehát nem napra szól, hanem 24 órára szól. Tehát holnap majdnem délig utazhatnék vele, de addigra már én nem leszek itt, mert délelőtti vonattal haza fogunk menni, hiszen ezt a választás előtti napon veszem föl, és a választásra haza szeretnék érni. Ha már itt vagyunk, akkor nézzünk rá Győrnek a vonalhálózati térképére. Mi most itt vagyunk Marcalváros, Bakonyi út megállóhelyen. Itt a túloldalon itt szálltunk le, és itt a 22-essel ezen az útvonalon, melyiken? Ezen az útvonalon fogunk menni, így észak felé a vasútállomáshoz, és azt hiszem itt a Révaiban van a végállomás. Mi itt ültünk föl a városházánál idefelé, csak hát azok a felvételek nem teljes körűen sikerültek. Ilyen kocka menetrendek vannak, vagyis hát ilyen hasáb alakú menetrendek, és hát itt ezen a megállóhelyen, hiszen itt lakótelepek vannak a környéken, meg fontos buszvégállomás, ugye a marcalvárosi buszvégállomás, ezért itt nagyon sok járat közlekedik. A többségük egyébként a belváros felé tart, csak különböző útvonalakon mennek. És hát itt vannak a nagy, tízemeletes embersilók, lakótelepek. Itt egy átlagos győri busz, egy viszonylag újabb, egy Merci. Hát ezek ismerősek lehetnek, akár Budapestről is ez a típus. Connecto, ha minden igaz. Lassan jönnek az autóbuszok. Az a szürke, az a Merci, az nem a miénk. Mi a mögötte levővel fogunk menni. Itt most már láthatjátok, hogy ilyen kék színű ez a tesztbusz, és kicsit magasabb, mert hogy a tetején ugye az üzemanyag tartályok vannak, a hidrogén tartályok. Kicsit lassan váltanak itt a lámpák, ugye hosszabbak a lámpaciklusok. És itt jönnek a buszok. Jön egy Merci. És mögötte a miénk. Hát mi az új kocsival fogunk menni.
Itt a 22-essel nézzétek meg, Solaris kocsi. Ha kicsit a belső teret megnézzük, akkor ismerős lehet a berendezés. Ugye, akár ha Budapesten szoktatok járni, akkor ugye Solaris buszról van szó, úgyhogy tényleg hasonlít. Én önt nem fényképeztem le, úgyhogy Solaris buszról van szó, tehát teljes mértékben hasonlít a budapesti trolibuszokhoz, csak hát ez nem trolibusz, hanem autóbusz és hidrogén üzemű. Itt most Győrben lehet tesztelni, és rendes díjszabással vehető igénybe. Normál jeggyel tudunk rajta utazni. Hát sokszor a tesztbuszok azok ingyenesek szoktak lenni, de itt rendes fordába állították be, így itt kell rá jegyet venni, de hát mivel nekünk napi jegyünk van, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Ilyen jó pofa kék tetővel van a busz, ugye ez szimbolizálja azt, hogy honnan van a hidrogén, hát ugye vízből állítják elő. Egyébként ezeknek a hidrogénüzemű buszoknak a tesztelésébe és üzembe állítására itt a Győri Egyetem is részt vesz, illetve annak egy valamilyen cége. Több városban megfordul ez a busz, most 4 hétig, azt hiszem június vége felé, június 1-től jár, talán 27-ig itt Győrben, és több magyarországi városban is fogják tesztelni. Azt hiszem talán 4 vagy 5 városban mindenhol egy ilyen, majdnem egy hónapot, ilyen 4 hetes intervallumokat, és azt hiszem, hogy 2-szer is, tehát hogy ezek ugye ezek hosszabb és komolyabb tesztek, mint amikkel Pesten is szoktunk találkozni ilyen pár napra, vagy egy-egy hétre az ilyen gyártói tesztek. Ugye itt egy környezetbarát megoldásnak a teszteléséről van szó. Bár ugye, mint mondtam, a hidrogént azt ugye vízből állítják elő, ami egy endoterm folyamat, vagyis egy nagyon energiaigényes folyamat, de attól függően, hogy az előállításhoz szükséges energiát, elektromos áramot honnan termelik, attól függően ez lehet igencsak fenntartható, és viszont a városban pedig előnyös, hogy a kibocsátása az tulajdonképpen vízgőz, tehát mást nem pufog ki ez a busz, nincs korom, nincs széndioxid, és nincsenek egyéb káros anyagok, tulajdonképpen visszaalakul az üzemanyag vízzé. Tulajdonképpen föltalálták a vízhajtású buszt, csak kell hozzá valahonnan máshonnan energia. Közben itt közelítjük meg a győri autóbuszállomást és vasútállomást, hát itt elhaladunk mellette. Azt hiszem ez a Baross híd, de nem vagyok benne biztos. Hát itt hétköznap Ikaruszokat is lehet látni, még ha jól tudom, vannak ilyen fehér kétajtós 260-asok. A városban pedig még csuklós 280-as sárga Ikaruszok járnak. Az egyik nap utaztam vele, ugye az hétköznap volt, ilyenkor tudtam, ma a hétvégén nem közlekednek. Itt közben megtekinthetjük a gyönyörű városházát, legalábbis oldalról. Úgyhogy itt Győrben egyébként most pillanatnyilag, ha valaki hétköznap jön, akkor van rá alkalom, hogy a legkorszerűbb és a legrégebbi közlekedő autóbusszal utazzon. Hát mi a legrégebbivel nem tudunk sajnos menni, de ezzel a jópofa, korszerű hidrogénhajtású Solarisszal viszont igen. Itt kiürül a busz, úgyhogy itt még jobb felvételeket fogok tudni csinálni. Nem kell arra figyelni, hogy
az utasokat ne vegyen föl. És egy ajtók záródnak következik. Teljesen hasonlatos a trolibuszokhoz, csak itt a nyitott állapotban nem zöld, hanem fehér fény van az ajtó mellett. Itt egy kicsit ilyen körjárat jelleggel megközelítjük a Révai utcai végállomást. Egy ilyen szép parkos rész mellett, szökőkúttal, mindennel. Érkezünk itt Győrnek az egyik jó nagy buszvégállomására, a Révai utcába. És itt most nyílnak mindjárt az ajtók, és le fogunk szállni. És meg is érkeztünk. Nagyon jó kis utazás volt. Ez a Hunda nevű cég a Széchenyi Egyetemnek, látjátok, a Győri Széchenyi István Egyetemnek a valamilyen cége vagy kutató intézete, ez vesz részt többek között a tesztekben. És akkor azt kell még elmondani, hogy az nagy érdekessége ennek a technológiának, hogy most itt a tesztek alatt egy olyan dolgot fejlesztettek ki, hogy tulajdonképpen egy ilyen mobil töltő kamion vagy pótkocsi közlekedik ezekkel a buszokkal, hát nyilván benn van a telephelyen, és így a különböző helyeken tudják tölteni, tehát van ilyen mobil töltési lehetőség is. Hát ha majd valahol rendszeresítik ezeket az autóbuszokat, akkor gondolom rendes töltőkutakat is fognak építeni, de jelen pillanatban ez egy praktikus megoldás. Hát azt nem tudom nektek fölvenni, mert gondolom, hogy bent van vagy a Volán telephelyén, vagy valahol valamilyen telephelyen. Azt itt az utcán nem tudom elcsípni, sajnos, de majd linkelek be nektek cikket, amiben van erről a szerkezetről fotó. Hát ugye ott szálltunk le, itt van a buszos tartózkodó, meg forgalmi iroda, meg ilyenek, és itt mellette egy számomra emlékezetes hely, ez az ajtó, mert hogy főiskolás koromban párszor itt a buszos kocsmában erősen besöröztünk, így előfordultak ilyen események. Már most úgy nézem, hogy technikai okok miatt zárva van, és mivel anyukámmal vagyok itt, ezért sem nagyon terveztem kocsmázást, úgyhogy ez csak így említés szintjén. De ahogy látom, hétfőtől péntekig van nyitva tartás. Győrben egyébként járnak tisztán elektromos buszok is. Hát az ország szerte ismert BYD, vagy BID kocsik. Ilyet is spottingoltam végül nektek néhányat. Abból az apropóból, hogy miután leforgattam a videót, és csak néhány spot miatt nem zártam le, ezért kiderült, hogy amúgy egy elektromos kocsit is tesztelnek itt Győrben éppen, és az egy magyar gyártmányú, ugye Credo és azt hiszem a Craftex közös koprodukciója. Igaz, hogy ez a teszt nem tart egy 4 hétig, hanem 1 hétig, de pont az itt létemkor egybeesik a hidrogénes busz tesztjével, úgyhogy majd ezt is fel fogjuk venni. És ha már spottingolunk, akkor néhányat a normál flottában közlekedő BYD kocsikról is néhány snittet felveszek. Kicsit sűrű a youtuber élete, most szaladunk és elérjük az elektromos tesztbuszt is, a magyar gyártmányút, és úgy látom már, hogy jön, 2 snittet fel tudunk róla venni.
És akkor ilyen autentikus közlekedési helyszínen, ugye itt a Révai utcai buszvégállomás mellett itt van a vasútállomásnak a vége, ilyen autentikus közlekedési helyszínen, részben lezárom a videót, ma az utolsó menettel utaztunk, tehát délelőttös volt a kocsi, és elment a garázsba, de lehet, hogy holnap reggel még egy-egy menetet el tudok csípni spotting jelleggel, és azt még, ha sikerül, akkor itt a videó végén láthatjátok. Minden esetre a pofázmányomat elbúcsúztatom ebből a videóból. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett. Ha tehetitek, gyertek el Győrbe buszozni, tudtok ikaruszozni, és egyébként az előbb ment el egy helyközi ikarusz, az a fehér kétajtós 260-as, tehát ezek szerint helyköziben járnak hétvégén is, itt helyiben még nem láttam a mai napon. Úgyhogy a legrégebbi és a legújabb busszal is utazhattok itt Győrben most a hetekben. Szerintem a legrégebbiekkel sem sokáig már, úgyhogy gyertek, ha tehetitek. Mi meg megyünk a dolgunkra, pihenni, kikapcsolódni, sétálgatni, ebédelni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, csüssz!